Szeretnél egy menő és egyedi töltőfalat? Nos, nem rendelheted meg az Amazonról, neked kell összebarkácsolni. De megéri az erőfeszítést, mert nem csak az aksik, fejhallgatók és eszközei töltésére lesz alkalmas, hanem akár a kábelek tárolására, wifi routerek, videós fényeket is rá tudsz rakni. Elmesélek minden trükköt, minden apró részleteket, olyanokat, amit mások nem igazán említettek. Szerintem egy elég jó kombót tudtam így összehozni, szóval mindenféleképpen nézd végig a videót. Kezdjük el, de előtte intro. Régóta vágytam egy ilyen falra, és jóval több tervezést igényelt, mint gondoltam. Izgatott vagyok, hogy megosszam veled, hogy mindezt hogyan hoztam létre egy ilyen multifunkcionális és dizájnos fali töltőállomást. Mire lesz szükséged? Az első kívás maga a tábla megtalálása, a megfelelő kiegészítők. Itt arra kell figyelned, hogy kompatibilisek legyenek, tehát a távolsága a lyukak között ugyanolyanok legyenek, mint a kiegészítőkön. A másik dolog meg, hogy mivel a hátoldalára kerül az elosztó és az USB hub, ezért kell egy extra távtartó vagy hosszabb csavar és tipli. Ezek általában ezüst színűek, de én egy fekete festékkel lefújtam őket. Az egyik kulcsfontosságú rész szerintem, hogy pontosan kitaláld, megtervezd, hogy mi hova kerüljön, megfelelő helyet hagyva természetesen a kábeleknek is. Na meg... az is fontos, hogy milyen kiegészítőket szerzel be. Én a töltőket és aksikkal kapcsolatos dolgokat inkább az alsó része rendeztem, ahogy a lapokat és dobozokat is, de a többi cuccot, fényeket, gimbalt, routert pedig a többi részére. A táblát amúgy azért nem volt a legegyszerűbb dolog felszerelni, mivel ugye először lyukakat kellett magába a táblába is fúrnom a négy szélére a távtartó miatt. És itt beszéljünk a hosszabbítóról és az USB töltőről. Ez két dolgot fogunk használni. Egy erős kétoldali tépőzárat és kábelkötözőt. Azért választottam mindkettőt, mert egyszerre nyújtanak stabilitást, de rugalmasságot is. A hosszabbító és az USB hub hátsó oldalára ugye hátsó oldalra kerül, ezért ugye rárakjuk a tépőzárat mind a kettő a táblára is és az eszközökre is, majd a kábelkötözőkkel a lyukakon keresztül rögzítjük. Egy pro tip, mielőtt a falra szeretnéd mindezt, hogy az összes kábelt, sőt több kábelt is tegyél még be, így nem kell utólag leszerelned vagy bénáznod vele. És még valami, hogyha nehezebb aksikat, mint V-mount vagy NPF 970-et is tervezel tölteni, akkor mindenféleképpen használj egy kötözőt, mert bármilyen erős a tépőzár, azért az leeshet. Ha eddig tetszett a setup, kérlek mutasd meg azzal, hogy lájkolod a videót, de most jöjjön a tábla elülső része. A kétoldalas tépőzárral helyezd fel a töltőket, de tudod, hagyjál annyi helyet, hogy a kábeleknek elég legyen. Apropó, ugye amúgy azért is választottam a kétoldalas tépőzárat, mert így könnyen le lehet szedni és elvinni mondjuk egy külső helyszíni forgatásra vagy utazásra. Remélem mondanom sem kell, de a tábla felszerelésénél vegyél le róla mindent, majd szépen becsavarozzuk a helyére. Majd tedd vissza a töltőket, tűzd fel a kampókat és egyéb tartozékokat, helyezd fel az összes felszerelésedet. És erre hagyjál elég időt, próbálj ki különböző setupokat, hiszen ez maga a fun része. És kész is vagyunk. Nézzük meg, miből élünk, miket tettem rá. Az alsó részen találsz egy dupla kampót, amely tökéletes az akciókamerámnak. Mellette van egy nagyobb dupla kampó, amin az AirPods Max-om van. Aztán van egy másik lap, amire a QNAP Wi-Fi routeremet helyeztem fel. Ahogy felfelé megyünk, láthatod a Sony, az MPF és a sima akkumulátor töltőimet is. És ez a furcsán kinéző kis cső a Netatmo beltéri okos időjárás állomásom. Egyetlen kampót használtam a porfújópumpámhoz, ugye a kamerához, és két hordozható fényt mágnessel rögzítettem. Ez is sok minden, de még rengeteg hely maradt, ahova jelenleg csak a dizájn miatt a DJI gimbalomat tettem. Ami a kábelkezelést illeti, láthatod, hogy minden egyetlen lyukból jön ki, és igyekeztem minél közelebb helyezni az eszközöket a lyukhoz. Mit gondolsz? Megéri beruházni és megcsinálni egy ilyen fali töltőállomás projektet? Érdekel a véleményed, szóval dobj egy kommentet. Ami engem illet, számomra a kulcsszó a hatékonyság. Ez a fal lehetővé teszi, hogy gyorsan feltörzs az összes aksid és más filmes kiegészítőidet, miközben helyet takarítasz meg. Ráadásul ugye moduláris, így sokoldalú felhasználást biztosít, nem is beszélve arról, hogy elég királyul néz ki.
szerintem tökéletesen illeszkedik a home office stúdiómhoz. Pont az egy állványra felszerelt guruló YouTube stúdió mögött van, ahogy így beszélek, és annyira imádok ebben a térben lenni, soha nem volt ilyen könnyű videókat felvenni. De ez egy másik történet egy másik videóhoz. És igazából készítettem is két külön videót arról, hogy milyen egyedi eszközöket használok az okos home office stúdiómban, és arról, hogy hogyan integráltam be ezeket automatizációba az okos otthonomba. A másik videóban pedig kettő opciót is mutatok, hogy hogyan és miért érdemes egy teljes YouTube stúdiót egyetlen állványon kialakítani. Úgy gondolom, hogy jó néhány titkot és tippet szerezhetsz, szóval csekkold azokat a videókat is, ha még nem láttad őket. Ha te is csinálsz mondjuk egy ilyen falat, akkor kérlek, írd meg kommentbe, vagy taggeljél Instán, küldj egy DM-et, mert szívesen megnézném. Lájkolj és iratkozz fel a csengővel együtt is, mert még rengeteg tartalmam jön. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, remélem, hogy találkozunk a következőben, mondjuk ezekben. Klik, klik. Szia, sziasztok!